rántott hús rizibizivel és csalamádéval. Jövőre ettől már egészségesebb ételeket kapnak a gyerekek az iskolai menzen, a közétkeztetés reformjának keretében. Az új rendelet értelmében magas tápértékű, kevesebb sót, cukrot tartalmazó ételek, több zöldség, gyümölcs és tejtermék kerül majd az ebédlők asztalára. A rendelet, mely jövő januárban lép életbe, az egyre gyakoribb gyermekkori elhízás és az ebből adódó felnőttkori népbetegségek gyakoriságát csökkenteni. 37/2014-es emmi rendeletről van szó, amely Európában is egy korszakalkotó rendelet. Ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy meghatározza, hogy a közétkeztetésben felszolgált ételeknek milyen legyen a minősége, milyen legyen a mennyisége. Minőségi szempontból nagyon fontos, hogy meghatározza azokat az anyagokat, amelynek van egy minimális mennyisége, amely tartalmazzon kell, hogy mennyi zöldséget, gyümölcsöt kapjanak a gyermekeink, mennyi legyen a tejtermék, mennyi legyen ennek a kalcium tartalma, illetve meghatározza azt is, amiből eddig sok volt, hogy mennyi legyen az energia, élelmezéssel bevitt energia, mennyi legyen ennek a szénhidrát tartalma, a só tartalma, a cukor tartalma. A reformtól hosszú távú eredményeket várunk. A táplálkozással összefüggő betegségek adják a népbetegségeinket, tehát a magas vérnyomás, ami népbetegség, a cukorbetegség, ami népbetegség, főleg időskorban ez egyértelműen összefügg a táplálkozással. Ettől a rendelettől azt várjuk, hogy ízlésformáló szerepe is lesz, hiszen abban az életkorban, amikor kialakulnak a szokásaink, az étkezési szokásaink, ebben az életkorban a gyermekeink többsége közétkeztetésben étkezik, van, hogy naponta háromszor is, lehet, hogy otthon már nem is eszik mást. Emiatt nagyon fontos, hogy milyen minőségű tápanyagokat és ételeket szolgálunk fel nekik, és az mennyire ízlik a gyermekeinknek, hogy átveszik-e később a saját család életükben. Tehát ez egy hosszú távú program, és egy hosszú távú eredményt várunk ettől. A közétkeztetés reformja kapcsán tartott a konferenciát augusztus 26-án a Megyeházán. A tájékoztató keretében a megye közétkeztetőit és élelmiszer előállítóit szerették volna felkészíteni a közétkeztetésben történő változásokra. Dr. Paller Judit országos tiszti főorvos kiemelte. A közétkeztetés keretében a gyerekek táplálkozási szokásait és ízlését kell formálni, hogy a későbbiekben minél egészségesebben étkezzenek. Mindez nagy felelősség, de mindent meg kell tenni a jövő generációja érdekében. Dr. Szabó Sándor kormány megbízott elmondta, csak is lassan és fokozatosan lehet komoly változásokat elérni az étkezési szokásokban. A cél, hogy jó minőségű, egészséges, finom és nem utolsó sorban olcsó ételek kerüljenek nem csak az iskolai ebédlők, de a családok asztalára is. Így néz ki a minta reggeli. A korábbi szokásokkal ellentétben több tejtermék, teljes kiörlésű gabonatermékek, zöldség és gyümölcs. A konferencia keretében az érdeklődők egy rendhagyó kiállításon vehettek részt, ahol nem csak megtekinthették, de meg is kóstolhatták a helyi termelők által kínált egészséges ételeket.